Sziasztok! Ez az SG Cam SG 8 Plus nevezetű akciókamera, amit a Banggood oldaláról rendeltem. EU Priority Liner szállítással, ami annyit tesz, hogy áfamentes szállítás. Nagyjából egy hónapot utazott Magyarországra, Hongkongból. Ezt betudom annak, hogy hát itt karácsony is és új év is volt, tehát valószínűleg, hogy ezért késett ennyit. Elméletileg 20 nap alatt kellett volna, hogy ide érjen. Amint látjátok, tehát egy nagyon impozáns dobozban érkezik. Szét lehet csúsztatni, majd meglátjátok, mindenfelé szét lehet csúsztatni a dobozt. Amint látjátok, tehát egy 12 megapixeles Sony kamera van benne, és egy nagyon jó dolog, stabilizátor van benne, tehát képstabilizátor van benne, H264-es és már a 265-ös tömörítést is tudja, valamint Type-C-ről tölthető ez a kis kamerának az aksia, amely 1200 mAh-órás. Jó, tehát így néz ki a doboz, hátul egy kis ismertető róla. Amit még előre áróban mondanék, az az, hogy 4K-ban is tud felvételezni, az pedig 30 frame per szekundumos módon. Ilyen akasztós felülete van, tehát ezt valószínűleg boltokba így ki lehet akasztani, és akkor utána a vásárló leakaszthatja. De hát így érkezett. Hogy is szedjük szét ezt a dobozt? Először is szét tudjuk csúsztatni, akkor ezt a félre is teszem, mert most egyedül nem kell. Kapunk egy másik dobozt, amely már így emelhető. Maga a doboz nagyon jó minőség is, nagyon szépen be van csomagolva, nagyon jó fogása is van a doboznak, és akkor itt található maga a kamera egy ilyen műanyaggal lefedve, és itt van ő, amint látjátok, hát nem egy nagy darab ez a kamera, egész picike, most ezt így félreteszem, mert meglássuk, hogy még milyen felszerelés van hozzá, mit található, mi itt benne. Két rekeszben találhatók még a tartozékok. A felső rekeszben különféle ragasztható tartozékok vannak. Ragasztható, tapasztható tartozékok. A töltőkábel, valamint a lencse védő kis szilikon gumi található itt. Az alsó részben több minden van, maga a használati utasítás, egy ilyen csavaros rögzítő, egy másik csavaros rögzítő, gyanús, hogy ez a biciklire való, még kettő darab ilyen csatlakozó, bocsánat, tapadó korong, még egy csavaros csatlakozó, hát ez ilyen forgatható valami csavaros csatlakozó, még egy karabiner, még egy tapasztható valami. Kapunk hozzá lencsetörlő kendőt is, és egy, no ez mi? Waterproof case, touch back door. Tehát, hogy valószínűleg, hogy touchscreen a víz alatti működtetéshez. Valamint mi van itt még? Két LG Cam-es ragaszték, tehát matrica, amit bárhova felragaszthatunk. Na, tehát ez mind, amit kapunk a készülékért. Na most, maga a készülék, ugye ez mindenkit ez érdekel, hogy néz ki és milyen. Már benne van egy vízhatlantokban, tehát ezt is kapjuk vele, ugye, a vízhatlantokot. Rajta már is egy ilyen bekattintható tartóval, rajta ugye egy ilyen csavaros rögzítővel. Na és ebből hogyan lehet mindezt kiszedni? Hát egy eléggé nehézkesen lehet kiszedni, én is elszórakoztam vele, mert sajnos az új használati útmutatóban nem nagyon van róla szó, hogy hogyan kell ezt kiszedni belőle. Hát bűvészkedtem is vele egy kicsit, tehát ezt fogom, itt van egy ilyen, hogy nyitó szerkezet, ki kell nyitni, és utána ezt valahogy így húzd meg! Fölhúztam, igen, köszi Leon, tehát így föl kell húzni,
Praktikus, ezt a Leon találta ki, hogy hogyan kell, ezt elfelejtettem mondani, és utána ezt így kinyitom, tehát itt látszódik is, hogy körben van ilyen vízhatlan, ilyen gumiszerű anyag, ami nem engedi majd be a vizet. Na, és akkor kamerát is ebből kiszedni, de ezért is kell azért egy kis bűvészmutatvány, mert nagyon szépen bele szorul, egy kicsikét bűvészkedni kell vele, egy pillanat. Hát megpróbálom így, így már ki is tudom rázni, most ezt félre teszem. Mert maga a készülék, most mit mondjak nektek, ilyen pici. Most mindjárt próbálok valamit találni, amiről el tudjátok képzelni, hogy mekkora ez. Na most ez egy post-it-es lap. Tehát egy post-it-es lap ekkora. Hát ez valami fantázia, milyen picike. Maga a készülék. Itt elől található rajta egy kijelző, egy OLED kijelző, nagyon egyszerű kis kijelző. Nagyon érdekes dolgokat tudok meg, például a tárhely nagysága, még mennyi áll rendelkezésre rajta, meg ilyesmi, ezt majd később megnézzük, hogy micsoda. Tetején van az indító gomb, tehát a videó indítására a gomb. Itt oldalán a bekapcsoló gomb, hátul egy touchscreen kijelző, alul az állvány csatlakozó, valamint az aksi és a memóriakártya csatlakozó, itt pedig a töltési lehetőség, USB Type-C, amit kaptunk is ugye a kábelt hozzá, tehát a töltő kábelt, amit kaptunk is hozzá. Itt található egy mikrofon, tehát ez itt egy mikrofon, ez itt egy hangszóró, és valahol, igen, itt van még egy mikrofon a készüléken. Na most, mi van még az aljában? Tehát benne a készülékben, tehát itt ki tudjuk nyitni, ezt félre húzzuk, így szépen ki tudjuk nyitni. Itt található benne, amit már én külön vettem hozzá, egy 64 GB nagyságú Mixa Toahol gyártmányú memóriakártya, amit ajánlok hozzá, felismeri, bár a gyártó honlapján, az SGCAM gyártó honlapján nem éppen ajánlott, nincs az ajánlott kártyák között, de attól még ő felismeri. Itt pedig van maga az aksi, amit így ki tudunk belőle húzni, tehát ő az aksia, 1200 mAh, 3,8 voltos. Na most ezt, hát kicsit lemerülve érkezik, úgyhogy ezt fel kell tölteni hozzá, a kártya pedig itt, azt hagyd ne vegyem már ki belőle, tehát ott elrejtve van, egyszer beletesszük, többet nem kell. Tehát ennyi. Na, és itt maga a lencse, ami 170 fokos térlátást biztosít, hogy úgy mondjam, és akkor már mindenkit biztos érdekel, hogy milyen az, amikor bekapcsoljuk. Tehát kapcsolom be itt az oldalán. Így. Így né, és akkor itt látszódik. Na most, mivel eddig nem vettem fel semmit, tehát itt látszódik, hogy 4 óra 28 percet tudok vele felvenni. 2K-sra van állítva per pillanat. 2K-sra van állítva per pillanat a felvételezés, látszódik a dátum, az idő, van benne zoom, digitális zoom van benne, tehát látjátok, tehát így tudok vele zoomolgatni, az akkutöltöttségjelző, és ugyebár, tehát hogy hogyan is működik, tehát látjátok, most ezt rázogatom én itt jobbra-balra leföl, a stabilizátor egész jól működik benne. Na most, megyünk bele egy kicsit a menübe. Tehát, őnála tudok a menübe belevenni, a language, tehát csak angolul tud. Van még itt egy rakásnyelv, hogy úgy mondjam, de sajnos magyar nincs benne, bár pár teszten olvastam, mintha benne lett volna magyar nyelv. Hát én nem találtam meg a magyar nyelvet benne, tehát nincs benne magyar nyelv, lehet, hogy majd egyszer lesz, tehát lehet lesz benne. Még rajta van a fólia, különben a kijelzőn, és rajta is fogom hagyni. Kicsit fólián keresztül nehéz a touchscreennek a kezelése, de nem egy lehetetlen dolog.
Néhány, tehát időbeállítás, fast boot, tehát hogy gyorsan bebootoljon. Itt lehet formázni a kártyát. Na most, amikor beleraktam először a kártyát, akkor kártya hibát jelzett különben. Miután leformáztam, semmi gond nem volt vele. Cloud Control, tehát itt Preview módot tudok beállítani, stb. Stb. Tehát látjátok, itt vannak a különféle beállítások. Őszintén nem mászkáltam még nagyon benne. Lehet benne jó sok helyre mászkálni, hogy úgy mondjam. Ezt meg sem néztem, hogy tehát látszik, hogy melyik verzió, melyik szoftver verzió fut per pillanat ezen a gépen. Na és ami még érdekes, ugye a videó formát, tehát ugye miket tudunk csinálni. Tehát klasszikus videó, videolapse, tehát ilyen lassított felvételeket tudunk csinálni. Tehát milyen fajta módok, ezeket még én sem tanulmányoztam át teljesen, hogy miket lehet vele csinálni, majd szórakozni fogunk a Leonnal, és akkor majd készítünk erről is videókat. Videókat teszünk fel majd a csatornánkra. Jó, mi van itt még, ami ilyen érdekes? Ja, persze, hogy milyen gyorsasággal, tehát milyen felbontással dolgozzon. Nekem most hirtelen ennyiben a 2K 60 frame per szekundumra van állítva, de el tudok menni egészen 4K 30 frame per szekundumra is, tehát ezt be tudom állítani. Amint látjátok, de nagy változás nem történt, mert 4 óra 2 percet tud 4K 30-szal felvételezni, ami hát nem rossz. Na most őszintén nekem ilyen monitorom nincs, majd megpróbálok vele felvételezni 4K-ban, és akkor majd meglássuk, hogy mit csinálunk. Jó, egyelőre viszont is teszem itt a 2K-sra. Jó, az elején mit látunk? Ami mondtam, ugye van itt az elején is egy kijelző, és itt látszódik, hogy mi egyáltalán, mit van rajta a kijelzőn. Ugye rajta van, látjátok, 2K per 60, tehát hogy milyen videóformátumban, és milyen felbontásban próbálok felvételezni, maga a felvétel ideje, a mostani idő, valamint hogy mekkora terhely van még a kártyán, valamint az akutöltöttsége látszódik. Tehát ez nagyon jó, mert előről is, tehát amikor felvételezek, vagy magamat veszem, meg ilyes, akkor rögtön látom, hogy még mennyi helyen van, mennyit vettem már föl, tehát egy nagyon jó kis dolog ez, hogy úgy mondjam. Jó, oké. Azt nem tudom, mondtam, hogy ez itt hangszóró. Jó, mondtam? Jó, oké. Jó, tehát látjátok, egy nagyon jó kis szerkezet, egy pici szerkezet. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen képeket csinál, úgyhogy kövessétek a csatornámat, nézzetek minket, és majd meglássuk, hogy mit tudunk ebből a kis kamerával kihozni. Mostantól valószínűleg, hogy ebben fogom készíteni már a többi videóimat, nem pedig a OnePlus 5-ös telefonommal. Azért is vettem, hogy hát legyen már mivel valami normálisabb videókat készíteni. Úgyhogy kövessetek minket, lájkoljatok minket, köszi, hogy megnézted a videót. Hello, sziasztok! Sziasztok!